Ez az itt és most, a Longevity Project podcastja testi-lelki egészségről, jelenlétről és mindarról, ami meghívott beszélgető társainkat foglalkoztatja. Itt és most. Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit az itt és most podcast első évadának második adásában. Én kis Ádám vagyok. Most már akkor mondhatom, hogy szokás szerint itt ül velem Márki Ádám, és a meghívott beszélgetőtársunk pedig Fügedi Gergely, szervezetfejlesztő, tanácsadó, aki itt nálunk a Longevity-nél időgazdálkodási szakértőként dolgozik. Márki Ádám a Longevity egészség-edukációval foglalkozó cégnek a társalapítója, és mentálhigiénés szakemberként dolgozom a Longevity-nél. Hát azt szoktuk mondani, hogy hiszünk abba, hogy az egészség nem csak szerencse kérdése, hanem mindennapi döntéseink következménye. Ebben a szemléletben igyekszünk segíteni hozzánk forduló cégeknek, magánszemélyeknek, különböző ilyen testi, lelki egészséggel kapcsolatos programokkal előadásokkal. Mindig ugyanúgy kezdjük az adást, ahogy a csoportokat is: az a kérdésem, hogy hogy vagytok, amíg megválaszoljátok a kérdést, addig így a hallgatók is egy picit végig tudják gondolni azt, hogy mi is van velük, be tudnak csekkolni magukhoz. Szóval, hogy vagytok itt és most a székbe ülve, milyen érzések, gondolatok foglalkoztatnak, miből jöttök, hol lennétek inkább? Én most jó, jó helyen ülök, úgy érzem, sziasztok. Nagyon jó rezgései vannak itt a Longevity irodának, és mivel már rárakodik erre a, a témáknak a, az ismeret, amiről veletek szoktam beszélgetni, és az általában olyan, ami engem mindig inspirál. Ezért, amikor bejövök, akkor mindig van egy ilyen. most mit fog tanulni, meg mi, 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 mi kerül a szóba, és miről kezdünk el beszélgetni, és mindig ez olyan irányba visz, ami váratlan, de egyben tanulságos, hogy engem most feltölt. Amúgy pedig ez a tavasz, meg az ősz az egy ilyen sűrű időszak nagyon, úgyhogy ilyen szempontból most így maximál, maximumon pörögnek a kapacitásaim, és ezért van bennem egy ilyen alap feszítettség, hogy ez a mindent időre, mindent pontosan arra figyeljek, amire éppen kell, úgyhogy emiatt van egy ilyen felfokozott állapot, de, de ez most abszolút dominál alapvetően ez a jó érzés, hogy itt vagyok veletek. Ádám. Rám amúgy most nagyon jellemző ez a feszítettség, de pont az előbb vettük fel a Lénás első adást, és az az nagyon jó, jó volt, tehát hogy felébredtem, és én nagyon jó, jó érzéseim lettek utána, úgyhogy most ilyen, ilyen nagyon lelkesnek érzem magam, van könnyednek, és másfelől, meg, meg én is nagyon izgatott vagyok, de hogy most abszolút ilyen jó, amennyire izgultam az el, el, előbb, hogy majd mit mondunk meg első, meg hogy. Most így, így nagyon örülök, hogy a Fügével együtt beszélgetünk erről a témáról, mert Fügének mindig nagy szakértője, és uh, háthatanok valami okosságot én is tőle. Így. Aki érdekel, hogy hogy érezte magam egy órája, az meg az első részt. Nagyon jó, nagyon jó utalás. Mindig is mondták, hogy jó szerzős lenni. Oké. Okay. Uh, igen, én is így vagyok ezzel, hogy akkor lejött a annak a feszültsége, hogy ezt most kezdjük, és túl vagyunk az első részen, és bennem is inkább egy ilyen kíváncsiság van, mert hogy nem hallottalak még téged igazából, azt hiszem, pont most tisztáztuk, hogy a mi nem voltam ott, ahol ezt az előadást tartottad és hogy kíváncsi vagyok a szakmai részére is, hogy mi a, honnan fogod meg ezt az időgazdálkodás témát, meg engem nagyon izgat majd a személyes része is, hogyha beérünk. És hogy ez akkor talán tovább is vezet minket így a podcast hivatalos részére, mondjuk így mondom, mert hogy az a cél, hogy az adásokban mindig olyan témákról, meg dilemmákról kérdezzük a vendégeket, ami éppen aktuálisan foglalkoztatja őket. Szakmai vagy személyes, nem tudom, hogy szét lehet -e választani, egyáltalán ezt a kettőt egymástól, és közben meg az első évaddal van egy ilyen kettős célunk is, hogy bemutassuk egy kicsit azt a csapatot, aki nálunk a Longevity-nél dolgozik, az ő szakterületeiket, hogy hogyan kapcsolódnak ehhez, és hát körbejárjuk ezt valahogy. És hogy még fontos ezt talán így a második adásnál is ide tenni, hogy mivel az Ádámmal ketten vagyunk picit ennek az egésznek a házigazdái, biztos, hogy sokat fogunk beszélni a mentális egészségről, meg arról, hogy ezt értelmezzük, a pszichológiai rugalmasságról, kicsit így az alapfogalmai ennek az egész területnek azt hiszem, hogy újra és újra elő fogjuk húzni, megtisztázni. De akkor füge, mi foglalkoztat mostanában? Igen, hát onnan indulnék, hogy ez a hogyan jött az idő gazdálkodás, mint téma számomra, és nagyon izgalmas volt hallgatni az előző adásból Lénát is, meg Ádámot is, hol megjelent egy kicsit ilyen pontszerű, vagy egy ilyen nagyon egy kiemelkedő élmény, vagy egy adott időszak, időpont, ahol átkattant kvázi, vagy úgy mondták, hogy át állítódott bennük ez a, ez a célkitűzés, és hogy akkor elindultak így a longevity irányában, vagy egyre többet kezdtek ezzel foglalkozni, és hogy gondolkodtam közben, hogy ez bennem hogyan alakult, és azt hiszem, hogy nálam inkább ez folyamatszerűbb volt, hogy egy ilyen lassabb építkezésnek a következménye, ami talán oda vezethető vissza, hogy, hogy én olyan családból jöttem, ahol azért mindkét szülőmtől jött egy egy olyan mértékű elvárás, ami én próbáltam megfelelni, ami nem volt sosem extrém, de benne mégis indukált egy ilyen nagy precizitást, hogy akkor nekem figyelnem kell, nekem, nekem úgy jól kell terveznem, jól kell szerveznem az életemet. Mi elég korán korai időponttól kezdve hárman éltünk együtt anyukámmal, és akkor én sokat kellett például az öcsémet nekem így, így vinnem, meghoznom. És akkor ennek, a, ennek a, a működtetése, hogy akkor időre érjünk oda, gondoljam át, hogy mi miután jön, ha hazajöttünk, akkor a, nem tudom mit pakoljam a valahova, hogyha rend van, akkor lehet ezt csinálni. Tehát ebből, azt hiszem alapból volt egy, egy ilyen rendszerezettség az életemben. És az egyetemen jött aztán hozzá ehhez az önismeret, ami meg megadta ezt a, ezt lehet fejleszteni. Tehát nem csak az volt, hogy nekem kell kitalálni saját erőből, hanem hogy vannak eszközök, amiket ha használnak, akkor jobban működöm. És onnantól így kitárult ez a kapu, és elindult az önismereti út is, ilyen pszichodráma és, és egyéb önismereti eszközök alkalmazása, meg ugye az időmenedzsment is, és akkor úgy így végigbújtam a az időgazdálkodásnak azt hiszem így az alap technikáit, eszközeit, a priorizálás, tervezés, szervezés, ütemezés, különböző szokás kialakítás, ilyesmi. És hogy így rátérjek a, a, a mi foglalkoztat mostra, számomra az az izgalmas, hogy azt látom, hogy az időgazdálkodásnak, időmenedzsmentnek a technikáit azért most már jó ideje ismerjük. Te az első könyvek így a 70-es, 80-as években jelentek meg, és akkor nagyon népszerű lett ez a 90-es évekre, 2000-es évekre, de hogy én nem látom azt, hogy ez a probléma megoldódott volna. De ez nem olyan, mint mondjuk, hogy jött az izó, és akkor bejött az izó, akkor mindenki megtanult a minőséginányítást, és akkor utána ez piPA és akkor most a cégeknek egy jó része minőséginányítás mentén működik, hanem hogy ez nem, nem megy. Pedig, ha menne, akkor elvileg hát azt várnám, hogy jó, hát van egy cég, elküldöm a beosztottjaimat, vezetőimet egy időgazdálkodás kurzusra, és akkor pipáltanak, hogy ez mindenki tud időgazdálkodni. És hogy, hogy, nekem azon nagyon izgalmas, hogy miért nem működnek a technikák, miközben azt látom, hogy maguk a technikák jók. Tehát nem a, nem a technikák maguk önmagukban a szakmai nagy rosszak, hogy nem tudom, Eisenhower Matrix és kétperces szabály és szalámi technika, és akkor ezeket, ha rákerestek az interneten, akkor mindenki megtalálja, hogy ez mit jelent, meg benne van egy-egy ilyen webinárban is például de hogy, hogy, nem önmagukban ezek rosszak, hanem valami miatt nem tudjuk őket használni. És akkor azt látom, hogy ez itt nagyon erősen kapcsolódik amúgy szerintem a longevity-nek az alapjaihoz is, mert hogy ennek van testi oldala, van mentális oldala, érzelmi oldala, úgyhogy én most ezeket nézegetem. Mielőtt ebbe belemennél, valamiért az a sejtésem, ahogy így hallgattanak, hogy az Ádámnak lesz erről egy karcos véleménye, nem tudom, hogy karcos lesz-e, de hogy lesz erről egy véleményet, hogy ott vannak technikák, tudod miért most így keresem magamba, hogy az előző részben a, al alig fél órája mondtad ezt, hogy hát ezek a kognitív dolgok szuperek, de hogy mintha mégsem hoznák meg azt a változást sokszor, amit remélünk tőle. Tudod ezt valahogy ide vonatkoztatni? Hogy vagy? Ne. Hogy vagy ezzel? Hogy ne. E igen, szóval, hogy, hogy pont ahogy így beszélt a füge, ezen, ezen kezdtem meg gondolkozni, hogy, hogy azt hiszem, hogy ez, ez, egy ilyen nagy alapparadoxona így a 21. századnak, hogy, hogy, hogy valami olyan dolog vált, normává, vagy normálisra, ami nem természetes, és ez az, hogy így, így egyre több mindent akarunk, szóval, hogy folyamatosan egyre hatékonyabbá akarunk válni, egyre több mindent akarunk belerakni az életünkbe, egyre egészségesebbek akarunk lenni, egyre jobban akarunk önfejtetni, tehát, tehát, tehát hogy, hogy mindent is szeretnénk, és hogy, hogy én ezt a magam életében is sokszor észreveszem. Hogy én is én próbálok minél hatékonyabban lenni, minél ügyesebben gazdálkodni az időmmel, ami általában nálam azt jelenti, hogy minél több mindent próbálok belezsúfolni a napomba. És, és sokszor, tehát hogy pár éve szemből velem ez az idézet, és én ezt ennek a témának a kapcsán so, mindig, vagy sokszor előveszem, és ez, hogy a, az ember eredeti természete alapján nem idővel szorongatott, hanem idővel megáldott lény, és hogy, hogy én meg ilyen nagyon idővel szorongatott tudok lenni pusztán azért, mert hogy az időhöz fűződő viszonyom az meglehetősen szorongatott. Tehát, hogy azt gondolom, hogy ugye, és valószínűleg ezért ilyen fontos és örökzölt téma az időgazdálkodás manapság, mert hogy az idő az életünknek szerintem az alapmértékegysége, hogy mennyi időm lesz, mikor fogom tudni, mikor lesz rá időm, tehát mikor tudunk találkozni. És hogyha hogy én magam az időhöz ilyen szorongatott módon viszonyulok, akkor azt hiszem, hogy minden máshoz szorongatottan fog tudni viszonyulni, és ezért valahogy az időhöz való viszonyomon keresztül tudom hangolgatni a, a, többi mindenhez való viszonyulásomat, és ilyen szempontból szerintem ez egy nagyon izgalmas kérdés, hogy hogyan, hogyan, tudjuk ezeket a technikákat úgy használni, hogy ne pusztán csak az életünk optimalizálásáról, meg még hatékonyabb átételéről, hanem hogy egyfajta ilyen életminőség javító hatása is legyen. nem tudom, mennyire sikerült ezt így megfogalmaznom, de alapvetően igen. Igen, bár hogyha ha magamhoz, ha magam ellen akarnálak ugrasztani, akkor valami úgy, úgy fogalhasztattál talán az előbb, hogy jó, jó, de hát sokan helyen azt várják az emberek, hogy itt ilyen mindenféle modelleket mutassunk, és hogy valójában meg magunkkal ülni tudni az az igazi érték, és, és azt gondolom, hogy amúgy, tehát hogy ezzel tökre egyet tudok érteni, és nagyon izgalmas megfigyelni, hogy mondjuk egy 1970 után, 70 körül írt, 70 as években írt könyv, tudom én, van a kiemelkedően sikeres emberek hét szokása, Stephen Covey azt hiszem, aki kiírta, elképesztően bonyolult. Valami olyan, olyan, tehát maga az alapdiagram, vagy az alapmodellje, ilyen valami kör, amiben van egy kereszt, aminek szegmensei vannak, és akkor a kereszt közepén, meg a szélén, és akkor ilyen, nem tudom, milyen bakugrásban megy. Tehát, hogy, na, és hogy azt gondolom, hogy én mostanában ide inkább keresem az ilyen sokkal egyszerűbb, tehát hogy, hogy egyszerűsítsünk. És nagyon tetszett, amit mondtál erről, Ádám, hogy, hogy, a, magunkkal ülni biztos, hogy, hogy ilyen szempontból tudni kell, és hogy a technikáknak is megvan a helye, és önmagában a technika nem fog megváltani, azt hiszem én is így ezt, ezt látom. Oké, okay, hogy nem fog megváltani, de hogy akkor hogy vagy ezzel most itt szakmailag, hogy mi az, amit mégis mondjuk ilyen hiteles technikának látsz, vagy a, hogy, hogy lehet ezt hitelesen képviselni akkor azokat a technikákat, amik meg mégis hasznosak. Igen, tehát, hogy én abban látom a feloldást, hogy, és ott vinném talán ezt a gondolati ívet, hogy képes vagyok-e a technikát helyesen alkalmazni. Tehát, hogy, hogy nem önmagában a technika jó. Vannak rossz technikák, ez tény, tehát, hogy azt is kutatom, és magam is próbálom, meg, meg nézem így a, a, a szervezeteket, meg embereket, akikkel dolgozom, hogy mik a visszajelzések de hogy azt gondolom, hogy vannak jól működő technikák, viszont nem mindegy, hogy megvannak-e nekem azok a képességeim, amelyek által én azokat jól alkalmazni tudom. És az a képesség alatt értem azt, hogy például fizikailag jól vagyok -e, ezt mostanában ide többször hangoztatom, és nagyon hiszek is benne, hogy tök sok, rengeteg időmenedzsment technikát alkalmazhatsz, és betábláztatod a napodat reggel 4-től este 11-ig, de hogyha annyira fáradt vagy, hogy gyakorlatilag képtelen vagy bármit csinálni, akkor hiába ütemezted be magad tökéletesen, nem, fog, nem, fogod használni az idődet, nem fogod tudni kihasználni az idődet. És akkor ezért az, hogy te jó egészségben, jó energiában hosszú ideig élj, és akkor valahogy a longevity ide tudnám kötni például, az az egyik feltétele annak, hogy te amúgy időgazdálkodásban jó legyél. Tehát és hogy, hogy ebben keresem a hitelességet, hogy ahhoz, hogy ezeket így használni tud, ahhoz ezek a, ezek a hátterek megvannak-e, és ebből egyik például ez is. Innentől kinyílik ugye megint az, hogy étkezés, az alvás, a, a, az, hogy milyen közegben vagy a szociális kapcsolatok, a függőségek és azoknak a befolyásolása. Ugye itt említetted Ádám a orvost, amerikai életmódorvostani társaságnak a a, 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 szervezetét, hát már mint ezt, ugye, hogy, ők vannak, és akkor például az ő modelljüket én nagy szeretettel alkalmazom, van egy ilyen hat pilléres modelljük, és akkor az tipikusan egy ilyen, egy ilyen háttere ennek. És akkor ugye ezt én vizsgálom testi szinten, de úgy emígét tudok tenni, meg látszik, hogy van egyre több lelki oldala. Azt gondolom, hogy ez sokkal inkább így már sőt, te Ádám, kis Ádám területeitek, hiszen területetek, mert, mert, ez már pszichológia, meg, meg érzelmi tudatosság, meg önismeret, és akkor ennek az összes vele, vele járója. Gondolok itt arra, hogy tudok-e nemet mondani, hogy állok én a nemet mondással, mert az idő egy csomószor határtartásról szól. Tudom-e tartani a határaimat? Vagy hogy milyen szokásaim vannak? Ha halogatok, ami leginkább összefügg a szokásokkal, akkor, akkor ez, ez miben gyökerezik ez a halogatás? Miért nem jutok el odáig, ahova szeretnék? az elnek is megvan, vagy a döntéshozatal, hogy mi, mi hogyan motiválom magam, meg tudom-e hozni azokat a döntéseket, amelyek oda visznek, ahova én jutni akarok. Na ez, ez azért nagyon erősen kötődik így szerintem a pszichológiai szinthez. És akkor, hogy így teljesít egyéb a modellt, így az utolsó elemben vagy számomra a harmadik összetevő, az meg a tudati, mondhatni így, ami meg az, hogy olyan torzítások, amelyeket így gondolunk valamit valamiről, és általában sokszor az agyunk a működéséből fakadóan azért ez nem úgy láthatja, mint ami valós, hanem valamiért torzul. Ugye Daniel Kahnemannék írnak erről nagyon-nagyon szépen, meg sokat, például a Gyors és Lassú Gondolkodás című könyvükben, hogy hogyan csapjuk be magunkat így az agyunkkal különböző gondolati sémák mentén. És akkor tipikusan ez, hogy becsülök valamit, de, de rosszul becsülök, és akkor úgy hiába tervezek előre, hogyha az egész beszélésen valami, valami instabil alapra épül a planning fallacy, vagy a tervezési torzítás az az, hogy mindig azt gondolom, hogy két hét múlva több időm lesz, mint most. És azt mondja, hogy hát mindig indulj ki az aktuális hetetből. Tehát a, 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 majd két múlva több időm lesz, az mindig odáig fajú, hogy sosem lesz sosem elég időm, sosem lesz elég időm, pont azért, mert mindig túltervezem magam. Szóval ehhez hasonló, ez, ez a hármasság, ez nagyon izgalmas, és szerintem ezek rendezése szükséges ahhoz legalább valamilyen szinten, hogy utána az amúgy tradicionális időgazdálkodás technikákat jól tudjuk használni. Pont az jutott eszembe, így a, a kánemánék, meg így a tudat vagy a harmadik pillér kapcsán, hogy, hogy sokszor azt hiszem az is nehéz, hogy, hogy egy paradigmában tudunk gondolkozni, és amikor valaki nagyon meghallgatja ezt a podcastet, és nagyon túlterhelt, és úgy érzi, hogy nem tud gazdálkodni az idejével, és ja lehet, hogy azért, mert nem vagyok elég egészséges, vagy túl stresszes vagyok, és akkor tele van a napja, és akkor még megpróbál még bele tuszkolni valami, valami edzést, ami nyilván nem sikerül az elején, és akkor még fusztráltá válik, hogy basszus, miért nem... Szóval, hogy, hogy nem is gondolkozunk abban, hogy lehet, hogy itt nem arról van szó, hogy még hatékonyabbá kell válni, hanem hogy hogyan tudok valamit kitenni, és betenni valami más. Tehát, hogy szerintem sokszor azt hiszem ez a, ez a nehéz, meg a, ez az önfejlesztésnek szerintem tud lenni egyfajta csapdája, hogy amikor csak én olvasok valamit, tehát hogy önmagamat próbálom fejleszteni, nagyon sokszor nem veszem észre a saját sémáimat, vagy a saját vakfoltjaimat, vagy a saját paradigmámat, és ilyen szempontból ugyanazt a problémát teremtem újra az életembe, csak kicsit máshogy néz ki. izgalmas ez a kettősség, amit így meséltek, vagy ami így megjelenik ebben, hogy beszéltek erről a témáról, hogy ez a kognitív szint, a tervezés, a probléma megoldó működésünk, maga a kifejezés, hogy időgazdálkodás, meg menedzsment, nem? Hát ezek nekem valahogy ezt hívják elő, és hogy akkor ez akkor fog tudni segíteni, vagy akkor leszek tőle jobban a hétköznapjaimban, hogyha meg mögé tudok tenni valamilyen lágyabb, soft skillben megengedést, ismeretet, meg ilyesmi, ezt jól érzékelem, hogy valahogy ezt keresgéljük itt? abszolút így gondolom, és nagyon érdekes, hogy beszélgettünk Linával is, Ádámmal is, hogy egyre több helyen, egyre több szervezettől kérik így a munka magánélet egyensúlynak a témáját. És ott abszolút azt láttam, hogy elkezdtem, én is a témában már egy, egy, ideje belefúrtam magam, hogy számomra ez nagyon erősen például egy határtartási kérdés. És akkor a határtartásnak egy ilyen nagyon egyszerű skálán mondjuk lehet három, három állapota, hogy túlmerev határaim vannak, egészséges határaim vannak, gyenge határaim vannak. Na most nekem mind a két szélső érték, túl merev is, meg a gyenge határok is, az nekem az önismerethez megy vissza. Én mindig azt mondom, hogy ott, 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 nekem a tiszta technikai megoldás, most azt mondom, egy gyenge, vagy egy erős, vagy egy merev határtartónak, hogy akkor most nem tudom, priorizáljál az Eisenhower Mátrix szerint sürgős fontos mindegy, mert hogy jön -e a főnöke, és egyből borul az egész, mert nem tudja azt mondani, hogy már pedig nekem ez a fontos, ezt kell tennem. Hanem vagy átengedi, vagy belemegy valamilyen nagyon durva konfliktusba, és hogy ezek a szituációk már abszolút ezt, ezt a soft irányt vetik fel számomra. És hát ez egyszerre szerintem jó hír is, meg nehéz hír is, mert hogy, hogy most ezzel szembesülni, hogy úristen, akkor nekem itt valahogy önmagammal kell szembenézni, és nem csak az van, hogy elmentem a tréningre, és akkor ott én nekem megtanították, és a ez, ez működik, hát ez szerintem nem egyszerű szembesülni. Nekem ennek van egy másik oldala is, és akkor ez most lehet, hogy az időgazdálkodásra egy picit nagy ugrás, de hogy mégis valahogy ide tartozik, mert hogy mondtad, hogy szervezetfejlesztő is vagy, klasszikusan, vagy most és hogy van itt valami olyan, amit mi meg azt hiszem, a másik oldalról nézünk, amikor csináljuk ezeket a klasszikus egyéni önismerettel, lelki folyamattal, pszichológiai rugalmassággal foglalkozó tréningjeinket, ahol azzal tudunk foglalkozni, hogy az egyén ezeknek a soft skill-eknek, megengedésnek, megfigyelésnek, értékeknek mentén, hogy van benne bizonyos élethelyzetekben, ezzel tudunk dolgozni, És, ami szuper, nagyon fontos az egyéni jól szempontjából de hogy egy tök izgalmas problémává válik, hogy amikor eljutunk oda, hogy na és a szervezet hogy működik, ott így a mi munkánk azokban a folyamatokban, meg azokban a tréningekben, ott lezárul. És hogy ezt így általában itt szeretem is tisztezni egyébként a, a folyamatok elején, hogy vigyú, lehet, hogy vannak olyan szervezeti problémák, amiket most itt szuper lenne csoportosan kipeszélni, nem ez a fókuszunk. Uh -huh. Na ez, ez nagyon izgalmas, mert azt, ha úgy érted, és azt, azt az egyet egyetértek, hogy ha bejön ott mondjuk egy bármilyen közeg egy szervezetből, és vannak szervezeti problémák, ott valószínűleg ezt nem tudjátok megoldani. Viszont nagyon egy kicsit talán túl egyszerűsítve én tudnám azt mondani, hogy minden szervezet addig képes fejlődni, amíg a vezetője engedi. És az meg egy személyes vezetői képesség. És a szervezetfejlesztői munkánknál nagyon nagy arányban, most nem merem azt mondani, hogy az összes esetben, de nagyon nagy arányban azt látjuk, hogy végső soron személyes határoknak a, a problémája az, ahol a szervezet el van akadva. Tehát, hogyha mikromanagement van, akkor az nem azért van, mert olyan a szervezet, hanem azért, mert a vezető nem tud delegálni. Hogyha nem tudunk növekedni, az nem azért van, mert a szervezeti struktúra rossz, hanem mert a felső vezetés nem, nem, nem tudja meghalépni azt a szintet, hogy mondjuk 50-ből 100 fősek vagyunk. És ezek, ezek személyes problémák, és igazából és értem, amit mondasz, egy csoport szinten ezt ott nem biztos, hogy meg lehet oldani, de utána én olyan úgy hozzátok irányítanám az ilyen vezetőket, mert ez tök természetesen úgy, és az fontos, hogy, hogy most kicsit talán ugrálok, de hogy attól, hogy egy vezető úgy érzi, hogy ő el van akadva, az nem azt jelenti, hogy ő rossz vezető, hanem mivel a szervezet változik, ezért adott időszak után természetszerű, hogy más attitűd szükséges egy vezetőtől. És ezt nem biztos, hogy egyszerűen meg tudjuk lépni. Tehát, hogy ez teljesen oké lehet, hogy azt mondjuk, hogy egy, egy, egy nem jó szervezeti működés során valójában a feloldás az a vezetőknek ugyanúgy az önismereti útja. Igen, abszolút én is erre gondoltam. Nekem izgalmas ugye a, a másik oldalról ülve nézni ezt, hogy, nem valamilyen okokozati dolog azt hiszem, ami történik, hogy ha majd az egyik, akkor a másik, hanem valamilyen furatjuk, vagy a tojás szitu, vagy egy ilyen körkörösség van, ilyen cirkularitás van ebbe inkább nekem, hogy ha mondjuk a fejlesztés oldaláról nézem, akkor optimális esetben úgy képzelem, hogy ezek az egyéni szempontok, fejlesztések, meg a szervezeti szintű nem tudom, process, meg change management dolgok, azok jó esetben valahogy tudnának kéz a kézben menni. No. Ja, na, csak azon gondolkoztam, még így egyen visszább is, a, amiről beszélgetetek, hogy hogy, hogy sokszor a, maga ez a, az, az időhöz való viszonyunk, vagy a munka magánélet egyensúly, hogy, hogy ez sokkal, sokszor sokkal személyesebb téma, szóval sokkal mélyebb téma, mint amit egy ilyen időgazdálkodási skill meg lehet oldani, és sokszor szerintem ez még tovább növeli az egyén nehézségeit, mert azt gondolja, hogy, 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 hogy miért nem, te itt megtanultam már ezt, megtanultam azt, ilyen módszert használok, és még mi, mindig nem tudom. És pont az jut eszembe, szerintem lehet, hogy mindkettőtöknek meséltem, hogy tavaly voltam egy ilyen coaching konferencián, egy nemzetközi coaching konferencián, ahol felsővezetői kócsok, akik előtte felsővezetők voltak, velük volt ilyen szupervíziós kör, és ott az egyik résztvevő hozta be ezt a témát, hogy, hogy nagyon sokat dolgozik, és hogy nem tud munka tud egy, magán egyensúlyt fenntartani, és hogy mindig szeretne nemet mondani a munkára, és, ne. és akkor elindult egy ilyen, ilyen kör, hogy, és akkor elkezdték kérdezni, hogy milyen módszert használ, meg olyan módszert használ, mondta, és akkor pont előtte egy kicsit így mesélt a helyzetéről, és akkor én csak igazából azt kérdeztem meg, hogy, hogy milyen kapcsolata van az apjával mert hát, hogy, hogy mes, me, me, mesélt előtte, hogy, 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 nagyon, hogy, az apjától, hogy a humán beállítottságot az apjától vette, és hogy nagyon szerette, de hogy, de hogy, de hogy, hogy, hogy utána rengeteget dolgozott, és igazából, amikor meghalt az apukája, az csak itt telefonon tudta meg, és akkor, és akkor, rákérdeztem, akkor már kicsit így könnyes lett a szeme, és utána még mesélte erről egy kicsit, és kiderült, hogy utána az apja alkoholista lett, és végül is aztán megszakadt a kapcsolat, és hogy neki azóta bűntudata van. És akkor én azt mondom, hogy szerintem mint ez sokkal mélyebb kérdés, tehát, nem azért dolgozik sokat, mert nem tud nemet mondani, hanem szinte egyfajta ilyen, ilyen bűntudat, vagy vezeklés van azzal kapcsolatban, hogy, hogy az apja emlékét ezen a kulcsoláson keresztül tartja életbe, és hogy, hogy ettől nem változott meg igazából, azt hiszem, ez az egész viszony, de hogy, de hogy szóval tisztában rálátott arra, hogy itt nem arról van szó, hogy, hogy elégtelenül használ egy technológiát, vagy egy technikát, hanem hogy ez jóval-jóval mélyebb, szálakra vezethető vissza. És hogy, szóval, hogy, hogy, egy ilyen mély elakadást hiába próbálok időgazdálkodási módszerekkel, és ha pusztán erre így rátunk látni, akkor talán nő ezzel kapcsolatban így az írgalom magunkkal szemben, hogy nem mi vagyunk bénák, meg a bénán használunk eszközöket, hanem egész egyszerűen ez egy sokkal a, a lelkünk mély, mélyebb rétegeit megszólító probléma. Jó, hogy ezt kérdezed. Mert hogy még ez az, ami érdekelne, amiről beszéltünk is, hogy ö, szóval, hogy, hogy van ez a hét köznapokban neked ö, az időgazdálkodás, a, a változás? Valahogy az jut eszembe, hogy... Ö, a, a tréningeken kapcsolatban én, a tréningeken én ezzel kapcsolatban szeretek ilyen transzparens lenni, hogy nekem például egy fontos témám, hogy milyen relaxációs tréner az, aki ennyit szorong. És akkor ez valahogy nekem érdekessé teszi, hogy hogy nálad ez hogy van a, a hétköznapokban. Uh -huh. Hát ugye nálam az, az tapasztalom, hogy az élethelyzeteim nekem is változnak, ezért nálam is van egy folyamatos ilyen újrahangolás ebben, a, ebben a, ezen a téren. És akkor ez kettős, mert, mert egyrészt én is folyamatosan érzem például az időszegénységnek a témáját. Erről, erről pont van egy longevity meetupos előadás, amit meg is tudtok, el tudtok érni, szerintem az előadásba érdemes lehet majd linkelni, illetve a, a, itt az epizód alatt hogy hol, mert hogy ott kifejezetten beszélek arról, hogy, hogy mi az az időszegénység, ami igazából annyit mond ki, hogy, azt várjuk, hogy egyre többet dolgozunk, meg egyre jobban vagyunk, egyre jobb élet színvonalon élünk, és hogy azt várnánk ettől, hogy egyre több időnk lesz, egyre szabadabbak vagyunk, és közül meg igazából azt tapasztaljuk, hogy egyre kevesebb az időnk, és az időszegénység az, az annak az érzése, hogy sosincs elég időm arra, hogy minden feladatomat megcsináljam időben. Úgyhogy ezzel én is küzdök, és akkor nyilván azt nézem magamban, hogy azért még így is azt gondolom, hogy azt a hitelességet talán tudom hozni, hogy én egyetem óta, de már egyetem előtt is ilyen egyszerre általában három-négy dolgot tudtam párhuzamosan csinálni. Tehát ilyen, amíg egyetemben jártam, közben egy, tudom én, 1000 fős hallgatói szervezetet vezettem párhuzamosan, de mellette kutattam is, utána egyetem után egyszerre PHD-ztam, meg MSZ-t csináltam, és dolgoztam. Utána volt, hogy egyszerre, önkéteskedtem, és dolgoztam két helyen, tehát hogy ilyen mindig ilyen nagyon sok dolog ment egyszerre, és hogy ez így, ez így sikerül. És tényleg így van. És hogy ennek örülök, köszönöm, igen. Hát aztán, aztán megszületett a fiam, és akkor ez a családi szituáció, ez megint egy ilyen iterációs körbe indult, hogy, hogy huha, na az, az viszont aztán egy olyan időigény, ami igazából akár végtelen is lenne, hiszen a babádnak az egyetlen dolog az az, hogy fontos, hogy veled legyen. Tehát, hogy ezt, ezt meg egy olyan dolog, amit nem tudok neki megadni nyilván, hiszen el kell nem dolgozni, legalább. És az nagyon izgalmas volt például, hogy egy ilyen szituációt hogyan közelítek meg. És én például az elsőre tudja, hogy elrontottam, mert én úgy álltam hozzá, hogy úgy képzeltem be, mint, mint egy pizza szeretet, hogy van egy pizza, és akkor a különböző szeretei azok az én életemnek a különböző területei, és akkor most azzal, hogy született egy gyerekem, akkor az, akkor, akkor az összes szeret egy kicsit szűkebb lesz, és én oda beteszek mellé még egy szeretet. Tehát mindent csinálok ugyanúgy, csak kicsit kevesebbet belőle. Na hát ez úgy tűnik, hogy nekem nem működött az a modell, mert hogy ugyanakkor tehát a figyelmedet nem, nem tudod végtelenségig aprózni igazából. És akkor azért nagyon izgalmas folyamat volt, hogy ez valójában meg az időgazdálkodásnak a priorizálás téma köréhez, hogy akkor, akkor a család alapítás mentén hogyan változnak a prioritásaim, hogy akkor most, a munkából adok lejjebb, de akkor az egy megélhetési kérdés, akkor a szociális kapcsolataim, akkor az meg egy ilyen önismereti, meg én jóléti kérdés, akkor a magából a családból, de akkor az meg megint olyan, hogy mi, mit okoz és miben hiszek, hogy mit ad az a családnak, hogyha ott vagyok vagy nem vagyok. Szóval azt gondolom, hogy nincs ilyen optimális vagy egy jó megoldás, de maga a kérdés feltevés az ebben a szakaszban nagyon-nagyon izgalmas volt, hogy ennek sok időgazdálkodási aspektusa van és ennek mentén mit tudok ebből kihozni. Meg valahogy azt is hallom benne, de lehet, hogy csak belehallom, és akkor majd csapjál le, hogy, hogy kicsit ez az egész gyerek téma, hogy magamba is most vizsgálom, amit mondtál, hogy hát akármennyi időt is lehetne neki adni, mert hogy csak az számít neki, hogy hogy mondjam, hogy kívül van ezen a paradigmán valahol, nem? Hogy persze tudom így is nézni, és nagy értéke van annak, amikor így nézem, hogy akkor hogyan tudom ezt prioritásokba jól megközelíteni, működik -e ez a szelettel, és mi történik a figyelmemmel, de hogy van egy olyan része, ami mintha kívül lenne ezen, a, ezen az egész paradigmán, hogy az időmmel hogyan gazdálkodok, mert hogy hát bármennyi is lehetne. Picit egy ilyen játszótéri beszélgetés jutott most eszembe, hogy a múlt hétről egy édesapám aki azt mondta, hogy nem tudja, hogy ilyen kiégésszerű tünetei vannak el az utóbbi időben, mert hogy hát azt veszi észre, hogy valahogy így az egész munkája egy multinál, az most valahogy nem annyira foglalkoztatja. És már akkor így mosolyogtam félig, egy évvel fiatalabb talán a kislányuk, mint nekünk, és utána egy ő ki is mondta, hogy hát valahogy ahhoz viszonyítva, vagy a hozzá viszonyítva, a gyerekhez viszonyítva, úgy minden olyan kevésbé érdekes. És félre ne értsetek, nem idealizálni akarom ezt, vagy hogy ne lenne szükség közben a paradigmára is, de hogy valahogy abban, meséltél elő, egy picit ezt hallom, hogy van egy olyan része, ami egy kicsit így a, a családi életnek, a, a, a gyerekvállalásnak hangsúlyosan, ami így rám mutat ennek a paradigmának így a, a korlátaira, vagy a határaira is. Azt gondolom, hogy igen és nem. Én egy picit én ezt egy ilyen matra és kababának képzelem el, hogy igen, tehát van az időgazdálkodás paradigmája, aztán a kívülmész, akkor igazából meg van egy ilyen helyzet, ahol meg mindegy, de akkor, a még azon is kívül, akkor meg megint visszamegyek a prioritásokhoz, hogy jó, de neked mi a prioritás, mert az én személyes prioritásom az az, hogy mondjuk a, a babám első három éve, az mindenem felül áll, mert az alapkötődése, akkor alakul ki. És akkor ez. De, 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 elfogadom azt, hogy valakinek nem ez mondjuk. És ő azt mondja, hogy bocsánat, de nekem mondjuk olyan munkám van, amiért valamit annyira fontosnak érzek, hogy kevésbé fogok időt tölteni. És azt gondolom, hogy adott esetben ez is lehet egy valid érvelés. Tehát, hogy itt visszajön azért a priorizálás kérdésköre. De egy dolog jutott eszembe arról, amit mondtál, és az nagyon megragadott, bár ez nem egy tudományos dolog, ez inkább egy ilyen elv, hogy hangoztatjuk mostanában ezt a minőségi időt, hogy töltsünk a gyerekünkkel minőségi időt. És valaki mondta nekem, hogy, hogy Gergő, de ilyen nincs. Hogy mennyiségi idő. Mert a minőségi idő pont arról szól, hogy én hogyan tudom a minimálisat valahogy kimaxolni. De a gyerekednek tök mindegy szint, hogy mit csinálsz vele abban az egy órában. Ha hármat vagy vele, az valószínűleg sokkal többet számít, hogy te egy órát baromira játszottál. Oda mentem, úgy megjátszottam egy óra alatt, hogy meg nem tudom értelmezni. Meddig tudom optimalizálni azt Igen, a igen, és én most akkor a hatékonysággal voltam, hogy és hogy a gyerekeknél abszolút a mennyiségi idő, és ez engem nagyon átállított ebből, hogy igen, na, ott, ott, valóban nem ezek a paradigmák vannak. Viszont, és akkor talán itt tudom ezt lekerekíteni, hogy de ahhoz, hogy mondjuk a gyerekemnél a mennyiségi idő elvét tudjam alkalmazni, ahhoz viszont például a munkában valószínűleg nagy szükségem lesz a minőségi időnek a, a, létrehozására, hogy na, ott viszont ne vesztegessem az időt, hanem akkor ott legyek, használjam a technikákat, képes legyek használni a technikákat, lásd az előbbi három terület, test, lélek, szellem, akár, és, és azáltal megmarad minden másra mennyiségi. Oké. Okay. Ádám, hadd kérdezek még azért vissza, mielőtt lezárjuk, mégis csak egy fekete ölves apukaként, hogy a, mit mozdít ez meg benned? Ne, nehezen tudnám for, formába önteni. Ja, hát, valahol nekem mindig így a. Na, szóval nekem mindig az önmagam értékesség, vagy a magunk értékességének az érzése az, ami, ami ilyenkor bejön, hogy hogy, hogy, én magam azért nagyon sokszor úgy szervezem a napjaimat, meg úgy szervezem az életemet, hogy, hogy megéljem ezt, és hogy, szóval, hogy, a gyereknevelés az sokszor nem ilyen feltétlenül, és hogy hogyan tudunk ennek ellenére, vagy szóval hogyan tudok kognitív módon mégis így erre időt alokálni, hogy, hogy, hogy ez így fontos. Tehát én nem is érzem azt, hogy feltétlenül ezzel mostan sokat adok, hogyha én viszem őket iskolába, vagy együtt időt töltünk, mert most már kiskamaszok a nagylányok tehát hogy néha inkább úgy érzem hogy terhes a társaságom de hogy, de hogy ennek ellenére azért valószínűleg mégiscsak fontos hogy ott legyem és akár úgy, úgy legyek ott hogy elviselem azt hogy ők ambivalens módon kötődnek az én ott létemhez Ja, tehát, hogy, hogy ilyenek, hogy nehéz ebben, nehéz ebben ügyesnek lenni, de az a, nagyon tetszik ez, a, amit mondtál, ez a mennyiség idő, vagy az a minőség idő, meg versus mennyiségi idő, mert tényleg ez a, az, Igen, opti, az, 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 optimalizálás. Meg azt ez hallom, ez, hogy te is picit ezt mondod, nem, hogy ebből a hatékonyság témából ott valahogy arra az időre, akkor ki kell lépnem. Aha. Uh -huh. És azt hiszem, ez a nehéz. Oké. Okay. Akkor lassan a időnk végére érünk, már itt az adásban legalábbis. És akkor csak ennyit kérdeznék, hogy elején megkérdeztem, hogy hogy jöttetek, hogy most hogy mentek el, vagy tudtak-e mondani valamit, hogy mi az, ami, ami, nagyon előugrik, amit elvisztek magatokkal innen ma. Engem az valakadott meg nagyon, és elgondolkoztatott, amit te mondtál, kis Ádám, hogy a, ez a, ez a meddig érvényes a paradigma, és van-e a paradigmán kívül, és aztán azon kívül megint van -e és azon kívül van, és hogy ez az egymásba ágyazottsága, hogy meddig érvényes a, érvényesek a technikák, ez nekem nagyon izgalmas. Úgyhogy én ezt, ezt biztos, hogy elviszem, mert én is érzékelem, hogy hogy nyilván van határa annak, amíg ezt, ezt mondjuk így alkalmazni, megkeretezni kell, és akkor... Van-e pont, ahol ez már kevésbé érvényes, de közben meg én, mert belőle mindig jön az, hogy én keresem a rendszereket, és hogy akkor van egy még nagyobb rendszer? Én még gondolkozom. Szóval nagyon jó érzés volt erről beszélgetni. Közben nekem eszembe jutott még valami, egy, egy ugyancsak egy másik idézet, és hogy ez picit azt hiszem, jól kapcsolódik Ez hogy van egy ilyen. Állítólag van egy ilyen afrikai mondás, hogy a. a hogy az Isten az európai embereknek órát adott, az afrikaiaknak meg időt. És hogy ez, szerintem ez egy ilyen jól ehe, a, a témához jól kapcsolódó. Szuper. Oké. Okay. Ez volt tehát az Itt és Most podcast első évadának második adása, Márki Ádámmal, Kis Ádámmal és Fügedi Gergelyjel. Köszönjük szépen, hogy meghallgattatok bennünket. Köszönjük, hogy meghallgattad az adást. Ha értékesnek találtad az elhangzottakat, hozd meg azzal az ismerősöddel, akinek a leghasznosabb lehet. A Longevity Projectnél vállalati egészségfejlesztéssel foglalkozunk. Ha a ti munkavállalóitoknak is segíthetünk a testi-lelki egészségük fejlesztésében, keresd meg minket a honlapunkon található elérhetőségeinken. További hiteles, gyakorlati és egészségedukációs tartalmakért pedig kövess minket közösségi oldalainkon.